Főlépésként egy hosszú vasat hozunk létre, amely érdekében beállítjuk, hogy mind a két vas létrejön, tehát a referencia vas és a szerkesztő vas is. Megadjuk a hosszúságot, most egy 11,5 méteres vasat akarok létrehozni. Egyszer hozom létre, és egy 14-es átmérővel. Elhelyezzük normál vasat, a referencia vasat. És ezzel létrejött a tervezett vasok. Következő lépésként vaskiosztást hozunk létre. Kiválasztjuk az előbb megtervezett vasat. Megmondjuk, hogy ezt hányszor szeretnénk elhelyezni. És három ponttal definiáljuk a kiosztást. Origó, fektetővonal, ortogonálisra szeretnék elhelyezni. Itt elég csak az irányt megadni, és létrejön betonvas kiosztás. Harmadik lépésként fogjuk a vasat felosztani normál méretre. Ha fordítva akarnák megcsinálni, akkor a felosztott vasokat egyenként kéne vaskiosztásba vinni, így viszont megtehetjük azt, hogy csak a nézeti képén változtatjuk meg. De ez a képernyő az O betűre jön föl a törés parancsindítása után. És kiválasztás után megtörlő, és táblázatban megjelenik mind a három